egy férfi vendég, aki szereti a különleges csokoládét, képes is kísértésbe esni, és például a külföldről hozott csokoládékat is nagyon kedveli. Most pedig jöjjön a meglepetés! Vásári André énekművész! Abszolút édességfüggő, neki az étkezés nem zárulhat le édesség nélkül. Ez nem feltétlenül jelent csak csokoládét. Nagyon szereti a bombonokat is. Ha külföldön van, fontosnak tartja azt, hogy csak olyan csokit fogyasszon, ami itthon nem ismert, nem kapható. Fogadják nagy szeretettel! Miért kaptál? Hát, micsoda úriember, látjátok? És mindannyian Jézus, kiukomber, más csak nem bajnák szélét kaptam. Én Isten kertjét kaptam. Na most én nem leszek ilyen igazi csoki evő, hogy szétszakítjuk a papírt, és akkor vegyük le. Szóval ezt még úgy nézegeti az ember, úgyhogy mutass be nekünk ezeket a csokoládékat. Hogy... Ezek nagyon különleges csokik, ami pont Klári nálad van, ez mandarinos sós borsos. Próbáljuk itt kihalászni a címkéjét, így mutassam. Igen, meg azt hiszem a hátulján egyébként magyarul ott van. Már nem úgy, hanem egyáltalán, hogy mit tartalmaz, nem íz. Cserélgethetek nyugodtan. Gabi és sós pelyes, itt van egy sós pelyes. Tengeri sós kakaóba. Sós kakaóba. Nekem tetszik. Igen, tonkabab, eszti. Ne kérdezd, fogalmas és tonkabab. Én tudom, mi a tonkabab, én is dolgozok vele. Ilyen fekete, ilyen hosszúkás, reszelni kell, mint a szerecsendiót, olyan keserű mandulás, dohányos, vaníliás, csillis ízvilága van, tehát nagyon komplex, és mostanában elég divatos. Dohányos? Hát akkor megkóstolom. Szerintem nagyon különleges íze van. Köszönöm. És a gyöngybéni pedig fekete szezám magos. Majd cserélgethetünk. Ilyesmit ettél már? Ugye neked a legnehezebb szerintem ilyen szempontból választani, aki rengeteg félét ismer. Igen, de fekete szezám magosat én nem készítek, és nagyon szeretem ezt a csokoládét. De akkor ismered, hogy van ilyen. Igen. Mondjál már még, André, különlegességet. Szóval eleve azokat hoztál, mert hogy te ezeket keresed, szóval... Biztos nem kell az alakodra figyelni, mert te minden evő vagy csokoládéból. Hát ezt színpadon állsz, neked ugye figyelni kellene, de ezek szerint nem kell. Én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, tehát abszolút imádom a csokikat, sütiket, mindent szeretek. Hát azt hiszem, hogy Gyöngyvér tudja az igazán különleges dolgokat mondani. Én általában, amikor külföldön fellépek, a repülőtéren szoktam vásárolni, illetve ami most legutóbbi élményem, és ez tényleg fantasztikus volt, hogy a csokoládénak mekkora kultúrája van egyes országokban. Belgiumban jártam, Brüsszelben énekeltem, és ott... Hát magyarul csokoládézók, ilyen csokolatjé inkább franciául, rengeteg ilyen volt, és ezek mind kézműves, ott gyártják, gyógynövényes, a legelemibb dolgoktól a legextrább dolgokig volt minden. És vannak olyan csokoládézók, ez a haute chocolatier, tehát ami olyan, mint a divatban az haute couture, tehát ilyen már minden annyira magas színvonal, és annyira egyedi, és annyira nem tudom honnan hozzák a dolgot, és az áruk is olyan. Már szebb a kivitele, nem, mint az íze. Igen, és a csokoládéna nem feltétlen szerintem, mert ott biztos, hogy odafigyelnek. Lehet, hogy én vagyok naív. Én már nem mennék meg a részletekre. Szerintem hát ezek annyira fontos a minőség, már itt gondolom, hogy nagyon odafigyelnek, de nekem ami nagyon tetszett, hogy tényleg fehér kesztyűben nyúltak mindenhez, és tehát olyan körítése volt az egésznek, hogy... Ez egy gyémánt volt, igen, tehát mindegy ékszer volt tényleg. Úgyhogy most hirtelen nem tudok ilyen nagyon különleges dolgokat, reménykedtem, hogy majd én is megkóstolhatok ezekből. Megkóstolhatok. Kóstoltassuk már meg vele. Nem vagy elég sajtos. Jó, megkóstolok egy sajtosat. Igen, légy szíves. Én kénytelen voltam egy egészet lenyelni. Kettőt is, nem? Bevállalom. Nem tudom már melyik. Elfogyott a sajtos lány. Bizony, addig mondd el nekem, hogy például a rajongóktól sokan kapnak plüss figurát, stb. Róla tudják, hogy a csokit szereted, és akkor azzal bombáznak, biztos, hogy kapsz. Igen, igen. Ugyan nagyon sokszor kapok bombonokat, csokikat, és köszönöm szépen, akkor majd erre rárepülök. De André, neked ez nem csak csoki, nem? Tortaféle is. Igen. Tiszta csoki. Ugye? Tehát ilyen jöhet bármi. Habos, babos, túrós, minden. Minél gejlebb, vagy gájra, vagy hogy mondják ezt? Gej. Hát attól függ. Legutóbb például voltam... Párizsban énekeltem, de most nem azért mondom mindig, de tényleg akkor történt, és az opera Garnier, a Garnier operában volt egy ilyen fogadás, és ott mondta a cukrász, hogy ez egy csokis desszert volt, de annyira sok, annyira, hogy általában a hölgyek meg sem eszik, tehát a negyedét bírják megenni. És mondta, hogy hát óvatosan próbáljam meg. Én a második szelet után úgy voltam, hogy hát nem értem, hogy itt mi a probléma. Tehát nagyon szeretem a nagyon édes dolgokat, amiből folyik ki minden.
Mi minden folyik belőle, és túl sok minden legyen benne, mert van, aki tényleg azt nem szereti, hogyha már rengeteg íz kombinációval egyben neked, akkor én minden. Én szeretem. De egyébként szeretem, mondjuk nem, a nagyon egyszerű dolgokat, tehát például csokiban is a sima csokit, tehát amiben nincs semmi, én például azt nem. Tehát nekem kell, hogy legyen benne valami. Jó, hát a kapszolját akkor eljutatod nekem, én beérem azt. Tehát én nekem meg teljesen az jön be, hogy sima csoki, és akkor csak azok, hogy töröm, és úgy élvezem, hogy roppan. Ez biztos, hogy ti is élvezitek az ilyen, hogy például egy kis bombont bekap az ember, és akkor úgy roppan, mielőtt jön az a töltelék. Én azt úgy nagyon szeretem azt a részt, de figyeljetek, ti színpadon álltok, Gabi, te is, és például így, ha már mondtuk, hogy egy kicsit boldogság, akkor mondjuk egy kicsit, hogy felturbozza az ember magát, olyan van, hogy fellépés előtt, egy persze, kis csoki. Nagyon sokszor egyébként nálam is, igen, mert ugye nagyon sok esetben van egyfajta érzelmi munka, amit az embernek meg kell csinálni ahhoz, hogy olyan hangulatba hozza magát a koncert előtt, ami oda való. És hát sok esetben otthonról jövök, és mondjuk olyan lelkiállapotban, amilyenben, viszont nekem ott a Unique énekesnőjeként elő kell adnom. És akkor a csoki például remek eszköz arra, hogy egy kicsit a vércukorszintemet megemelje, mert ugye, mint mondtam, nem mindig egy csokihoz nyúlok. És az nálam bevált. Igen, úgyhogy koncert előtt rendszeresen veszem egy-két, nem is tábla, de kocka. Hát te nagyon rendes vagy. Ezt te most rosszat adtál neki, mert vártad a hatást, és hát nem volt. Az a helyzet, hogy Gabi volt az expert, a szakértő, és nem azt adtad oda. Pedig olyan gondolom, hogy illanggyorsan, hogy tudta, hogy nem baj, kapja be másokat is villámgyorsan. Most figyeljétek az arcát. Most meg tönkre ment a ruhám, és nem finom, az egyik nagyon... Meg sem rezdőd. Nagyon finom volt. Másik volt az, ami ilyen... Fincsi? Lehet, hogy ezután... Fincsi. És szerintem ez nem rossz. André, de te most mind a kettőt megeszed? Melyik a sajtos? De én ezen most nem érzem annyira, hogy... Mit a sajtos lenne? Ugye most. Na ugye, azért beüt a blue cheese. Most beütött. De ez még egy fele? Erőteljes nagyon. Az utó íze. Nekem legalábbis. Így egy kis vizet rá, az a biztos. Még most a sok hatás alatt vagyok. Nem. Jó, hát akkor nyugodtan élvezd még az ízeket. Hallottatok már ilyen csoki masszázsról? Mert igen, én mondjuk még nem próbáltam. Egyszer láttam valakit, rémisztően nézett ki, amit akit így kentek csokoládéval, állítólag jót tesz. Biztos, hogy jótékony hatása van. Te, aki mindig ezzel dolgozol, te érzed? Én érzem a kezemben, tehát nekem sosem kell hidratáló krémet kenni a kezemre. És az mitől van a kakaóvaj? A kakaóvaj tartalma. Tehát, hogyha megnézitek a kozmetikumok, amikkel kenegetjük magunkat, hát a kakaóvaj tartalom igazából az, ami így hidratál. Úgyhogy a fogyasztás akkor is igazából jótékony hatással van a bőre, de hogyha rákenjük, akkor szerintem jobban felszívódik. André, te kipróbálnád? Te kipróbálnád? Mint szépítészet? Abszolút. Én elve imádom a masszázsokat, úgyhogy én nagyon szívesen. De azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy már erről volt itt szó, hogy én hallottam, hogy van csoki diéta. Nem tudom, hogy beszéltetek-e már erről, de ez nekem nagyon érdekes volt, úgyhogy... Hát nyilván, ha egy kocka csokit eszel, akkor lefogysz. Nem. Hallottál róla, vagy el is tudod mondani, hogy mi ez? Mert én azt tudom, hogy amerikai lányok nagyon sokan kipróbálták ezt. Pont ezt akartam, hogy amikor Amerikában tanultam, igen? Akkor a főiskolán néhány lány ezt csinálta. És valami olyasmi volt, hogy délelőtt ettek, lehet enni bármennyit csokit, mert hogy akkor sokkal jobban lebomlik, vagy felbomlik, vagy nem de tudom. Más nem segítsek? De más nem adtak. Segítsek? Na, szóval vagy. Mivel az emberi anyagcsere ugye reggel a legaktívabb, és hogyha reggel eszünk édességet, akkor az nem tud lerakódni zsírként. Na, ez a titka. De azért én nem tudom ezzel, hogy vagytok, szóval én nekem, hogyha egész nap ilyen édességet kellene enni, vagy nem tudom, hogy mennyi, attól így kipukkan az ember is, és rosszul lehet lenni, szerintem. Én egyébként arra gondoltam, hogy nálam mindig beüt ez a csokoládé igény valamikor délután 2-3 körül, amikor egyfajta holdpontot élek át, és akkor mi van akkor, hogyha ezt úgy hidalom át, hogy mondjuk reggel vagy délelőtt, hát megeszem mondjuk a csoki fejadagomat aznap, és akkor talán akkor 2-3 körül nem fog beütni ez az igény. Nem próbáltam egyébként, csak úgy játszottam eddig a gondolattal, hogy mi lenne, ha ezt megejteném. Hát nem tudom, hogy mire jutnék vele, vagy ez így jó lenne nekem. Te mondtad, hogy fellépés előtt néha bekapsz egy-két igen. kockát, de olyan érdekes nekem volt már olyan, hogy van amelyik típusú csokoládé, például kapar. Uh-huh. Te éreztél is ilyet? Tehát, hogy mondjuk azért nem biztos, hogy...
én mindegy eleve, fékféle jó ilyen. A fellépés, mert én azt érzem, hogy így rá ragad. Oda torkod falára? Hát igen, most mondjuk az nyelűt. Köszönöm. Én valahogy úgy nem, de hát ez persze embere válogatja. De amit te is mondtál, hogy nem a keserű csoki, hanem valamelyik csoki az... Fűszer benne, nem? Vagy valami adalékanyag esetleg? Valami az lehet, hogy... Magyaró, az lesz. Nem. Az kapargat. A magyaros csoki az nem kapargat. Hát az attól függ, hogy neked az allergéne vagy sem. Mondjuk hát nekem a dióféle is, meg az ilyen magyaróféle is az. Igen, tehát én olyat nem tudok enni. Akkor te azért szereted csak simán. Én az étcsoki, de emlékeztek például engem... El lehetett űzni, hiába voltam éhes csokira, mondjuk az ilyen nugátos csoki. Na hát az gusztustalan. Nem mondj ilyet. Az csoki? Na ez jó, hogy felvetetted ezt a kérdést. A nugát csoki? Nem. Na ugye, hogy nem csoki, hát a doktor hát csokiban van a nugát. De akkor Gyöngyvér, mondd el, mi van abban a nugátos? Hát igazából én nem szoktam ilyet se készíteni, se fogyasztani. Nem tudom megmondani. A nugát az egyfajta massza, és akkor a masszát aztán sok mindenből lehet készíteni. Mondja ezt a teljesen laikus, vagy mi a helyzet? Nem tudom, az az igazság, hogy én ilyen dolgokat nem nagyon szoktam. És például használtál már nem amióta profi vagy, hanem mondjuk előtte torta bevonót? Nem tudom, én nem, sose. Én használtam. Torta és jó is volt, de tudom, hogy nem szabad, mert van annál jobb. De torta bevonó, ez miért nem jó? Én most így nagyon lehet, mindenki rám nézett ilyen. De minek a csoki tortát akarsz csinálni? Hát például. Ja, hát az nagyon rossz. Transzírsavak miatt, amit az előbb mondott a hölgy. Igen. Hát például. Most leugtam, hogy nem figyeltem, elnézést. Nem tudtam. De régen volt divat, bocsánat, ez a torta bevonós, nem? 80-as évek. Hát elég sokan használják még ma is, szerintem. Ugye Kinga azt mondta, hogy módjával hetente együnk csokoládét, szerintem több hétre valót elfogyasztottunk, hogyha biztos. Ezt messzük mérvadónak, de az biztos, hogy jó volt erre gondolni, jó volt eszegetni, és van egy mondás, hogy 10 emberből 9 szereti a csokoládét, a 10. meg hazudik. Jó étvágyat a csokoládé, viszontlátásra!